Szeretettel köszöntelek benneteket, és sok szeretettel köszöntöm meghívott vendégemet, dr. Samu Terenziát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és szeretném, hogyha az életutadat az egyetemtől, az orvosi egyetemtől, a Forever-ön keresztül az Soaring Manageri szint eléréséig, az orvostanácsadó, Forever Living Products Magyarország Kft. Orvostanácsadójaként ezt megtennéd, hogy egy pár mondatban elmondod. Szeretettel üdvözöllek én is benneteket. Köszönöm szépen a meghívást, aminek igazán örömmel tettem eleget. Na, hogy tényleg rövidre vegyük, én az egyetem elvégzése után 20 esztendőt töltöttem el a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Ma már azt szoktam mondani, hogy 20 évet adtam a betegségügynek, akkor voltam sebész meg érsebész, és az utána következő évek szóltak az egészségről. Tulajdonképpen én is, mint a legtöbb kollégám, a táplálékkiegészítő gyógynövények felé nem voltam nyitott. Tehát az első megismerkedésem az elég nehezen indult, közel egy évig egy kolléganő próbált és ostromolt ezzel a témával. Aztán, amikor a gyógynövények bizonyítottak, tehát az én kis apró cseprő problémáimat rendezték, akkor kezdett el jobban érdekelni. Úgyhogy már egy ilyen gyógynövények irányában nyitott állapotban ért el a Forever, lassan 15 esztendeje, ami viszont a teljes biztonságot adta meg, tehát egy stabil, biztos háttért, évente jobbnál jobb új termékek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 97. novemberében én megérkeztem, és azóta itt vagyok. És hát nem is akarok máshova menni. Ez egy másfajta szemlélet, ami valóban az egészségről szól, az egészség megelőzésről, és a jó közérzet, a jó kinézet biztosításáról. Hát akkor szeretettel köszöntünk a betegségügyből az egészségügybe. És az előző beszélgetéseink alkalmával nagyon sokat foglalkoztunk az étkezés, a táplálék, a tápanyagok, minőségi tápanyagok jelentésével, fogalmával és fontosságával, ezeknek jelentőségével. És ma egy sokak számára új táplálkozási formát, egy életmódot szeretnénk bemutatni veled, hogyha ebben segítségemre leszel, ami a betegek állapotának jelentős javulását és a betegségeknek megszűnését eredményezheti. Igen, tulajdonképpen Magyarországon néhány éve kezdett elterjedni ez az úgynevezett paleolit táplálkozás. Tehát a paleolit az a kőkorszakot jelenti. Gyakorlatilag ez a táplálkozási mód azt jelenti, hogy visszamegyünk az eredethez. Mi az, ami ez igazán indokolja, hogy a 21. században ilyesmivel foglalkozunk? Hát nagyon egyszerű. Ma is vannak természeti népek, ezeket a természeti népeket azért főként a múlt század második felétől nagyon intenzíven tanulmányozzák, és azt találták, hogy olyan betegségek, amitől szenved a nyugati civilizáció, ismeretlen számukra. És ha jól belegondolunk az elmúlt, tehát a 20. század óriási fejlődésnek indult az orvostudomány, ugye ezután azt várta volna az ember, hogy na akkor a civilizációs betegségeket lehet visszaszorítani, hát nem ez lett az eredmény. És milyen eredmények mutatnak arra, hogy az úgynevezett kőkori betegségek milyen halálozási
miket mutatnak, illetve az új civilizációs betegségek milyen halálozási eredményeket sajnos mutatnak. Teljesen más a halálozási oki összefüggés a természetnépeknél és a nyugati civilizációban. Alapvetően a természetnépeknél, amit ki kell emelni, hogy óriási a csecsemő halandóság. Gyakran ezt téveszti meg az embereket, hogy de hiszen hát mekkora az átlag életkoruk. Igen, mert ugye a statisztika úgy működik, hogy egy faluban van két 80 éves, meg két egy éves, akkor ugye az átlagos életkor az 41 év, tehát mindenki nemzőképes. Na szóval körülbelül így működik ez is, mert ha valaki túlélte a csecsemő halandóságot, ami óriási, és ugye elsősorban a higiénés dolgokkal függ össze, ott a várható élettartam semmivel sem kisebb, mint például Magyarországon. Átlagban 70-75 évet simán megélnek, sőt nem ritka a 80 és 90 éves is. Csak addig, míg élnek, addig aktívak. És szemben a nyugati civilizációban. Tulajdonképpen a fertőző betegségek és a balesetek, meg hát ugye a balesetnek tekintjük azt is, hogy a vad elkapja őket, ezek azok, amik zömében jelentik a halandóságot, szemben a nyugati civilizációval, ahol ott tartunk, hogy ma már minden második ember szív- és keringési betegségben hal meg, minden negyedik daganatos betegségben, és évről évre óriási mértékben növekszik az allergiák, az autoimmun betegségek aránya, amelyek, ha nem is közvetlenül halálosak, de iszonyú mértékben rontják az életminőséget. Hát a többi krónikus betegségről már nem is beszélve. Érdekes, hogy a Hippokrátesz előtt néhány évvel a WHO többször is kinyilatkoztatta azt, hogy a helyes táplálkozással kb. 50%-kal lehetne csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségeket, és 30-40% a daganatos megbetegedéseknek a kialakulását. Hát, és Hippokrátesz mondta azt, hogy a halál a belegben kezdődik, tehát nézzük meg azt, hogy mit is teszünk bele most, és mit tettünk bele régen. Hát vegyük előre alapvetően azt a tényt, hogy amíg az ember kialakult, az volt 2,5 millió év. Na most 2,5 millió év alatt egy halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytató népesség volt. Tulajdonképpen a földművelés megindulása az azért kellett, mert földművelés állattenyésztés, mert már nem volt elég a közvetlen terület. Viszont a földműveléssel számtalan olyan élelmianyag került be, amihez nem szoktunk hozzá. Ez körülbelül 5-10 ezer évre tehető, mondjuk 10 ezer év ott a mai Kis-Ázsia, Afrika északi része, és ahogy haladunk észak felé, úgy inkább az 5000-3000, tehát mennél északabbra Európában, annál rövidebb idő. És hát ha megnézzük, végül is mi magyarok még rosszabb helyzetben vagyunk, mert ugye közel 1000 esztendeje érkeztek ide, és hát a magyar nomád népek mit csináltak? Haláztak, vadásztak, gyűjtögettek. Na most, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az emberi génállomány az kb. 40 ezer éve változatlan, akkor azt kell mondanunk, hogy ez valóban túl rövid idő volt. Mit tettek? Azt tettek, amit elértek. Tehát vadakat, halakat, ma zöldségnek megfelelő gumókat, bogyókat, leveleket, és az olajos magvakták. Ez az, ami a táplálkozások lényegét adta. Ebben attól függően, hogy hol helyezkednek el a egyenlítőhöz viszonyítva, a fehérje és a zsír arány mondjuk az eszkimoknál lényegesen magasabb, még sincs érbeteg. Ez mondjuk kapásból meghazudtolja a koleszterin hipotézist. Hát azt egyébként már elég sok dolog kimutatta, hogy nem helytálló, és nem oké összefüggésben van. Viszont pont ez a koleszterin hipotézis az, ami nagyon sokat rontott a nyugati civilizációban a táplálkozáson. Tulajdonképpen a változást, az igazi komoly változást, azt a 1800-as évek vége, tehát az ipari forradalom jelentette, akkor jelenik meg a finomított cukor. Egyre jobban terjed az olcsó szénhidrát, a gabonafélék. Onnan kezdődik nagyjából a tejfogyasztás, nem ilyen mértékén, mint ma, de hogy egyáltalán. Tehát nem eredendően ettünk mi mindig kenyeret, és annyit, amennyit. Meg a városias életforma, csökkenő D-vitamin ellátottság. Tehát tulajdonképpen innen indult, és nagyon érdekes, hogy nagyon sok civilizációs betegséget le sem írtak korábban. Az első infarktust az 1800-as évek végén írták le. Először kinevették azt, aki leírta, egy osztrák orvos volt, aki leírta ezt.
És amikor elkezdődött a szívhalál növekedni az Egyesült Államokban, tulajdonképpen akkor valami választ kellett, Eisenhower is infarktust kapott. És erre kerestek akkor választ. Aki kitalálta a koleszterin hipotézist, az az első körben visszadobta az Amerikai Kardiológiai Társaság. Néhány év múlva ő került az élére, és innentől kezdve tarolt. Az újkor táplálékait részben említetted már, amik ilyen káros hatással vannak a szervezetünkre, és azt, hogy hogyan hatnak ránk az újkor táplálékai, hogyan alakulnak ki, milyen betegségek alakulnak ki ennek kapcsán, és hogy a paleolit táplálkozással hogyan lehetne ezen változtatni, azzal a következő adásunkban foglalkozunk. Tartsatok velünk akkor is. Köszönjük a figyelmeteket!